Az elmúlt évben első ízben szerveztek programokat Atalában a házasság hete elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez csatlakozva. A településen idén egy szerelem lakatfal várja azokat a párokat, akiket eltalált Ámornyila. Az ötletgazda az Együtt Atala Jövőért Egyesület. Tehát a házasság hete, ugye ez egy Angliából indult mozgalom, aminek az a célja, hogy Valentin nap környékén egy hétig a házasságra ráirányítja a figyelmet, és arra gondoltunk, hogy az idén mi is csatlakoznánk ehhez a kezdeményezéshez, de mivel programot nem szervezhetünk, ezért elkezdtünk ötletelni, hogy hogyan lehetne mégis valahogyan jelképesen kifejezni a kezdeményezéshez való csatlakozásunkat, és így jött a Szerelem Lakatfalnak az ötlete. Ez már több településen megtalálható itt Magyarországon. Ennek az a lényege, hogy a szerelmes párok, jegyes párok, házas párok elhelyezhetik a nevükkel, monogramjukkal ellátott lakatot a falon, ezzel kifejezve az összetartozásukat, az egymás iránti elkötelezettségüket, szerelmüket. Azzal tulajdonképpen, hogy felrakják a lakatot és eldobják a kulcsot, azt fejezik ki, hogy az ő szövetségük az örökre szól, őket már senki és semmi nem választhatja el egymástól. A civil szervezet kezdeményezését a település önkormányzata is támogatta. A faluban egy kerítéselemet állítottak fel, amelyre a házas és jegyes párok, valamint a szerelmesek helyezhetik el lakatjaikat. A cél felhívni a figyelmet a házasság és a család jelentőségére. Szeretnénk ezzel igazából egy hagyományt is elindítani, és arra gondoltunk, hogy az önkormányzat és az egyesület közösen megajándékozná a jövőben itt házasságot kötő fiatal párokat, és ők is el tudják akkor helyezni a saját szerelmi lakatjukat itt a falon. Az Együtt Atala Jövőért Egyesület tavaly májusban alakult meg 15 taggal. A civil szervezet azóta aktívan részt vesz a falu mindennapi életében. A járványhelyzet miatt programokat jelenleg nem tudnak szervezni, helyette a falu köztereit szépítik.